Üdvözletem, szép napot kívánok mindenkinek! Ez itt a tahográf, ami látható, és a tahográf ezt írja, hogy kártya letöltése első hó 30-áig esedékes. Tahográf kártya letöltésének, vagy tahográf készülék letöltésének elmulasztása miatt fizetett valaki bírságot? Én annak idején, amikor még a nagy nemzetközit jártam, ugye 5-6 heteket voltam távol, és hát nem volt lehetőség letölteni a tahográfot, vagyis hát a kártyát, mert a készüléket ugye az 3 havonta kell letölteni. Nem volt lehetőség letölteni a kártyát, úgyhogy én akkor vásároltam az interneten egy ilyen készüléket. Ez egy tahográf kártya letöltő szerkezet. Megvan hozzá a kiértékelő program is, a szoftver, úgyhogy én magamnak letöltögettem megfelelő időbe a kártyát, na de hát most már erre ugyebár nincsen szükség, mivel hogy EasyTrack-nél távolról le tudják tölteni a megfelelő időbe, ahogy kell. Ha esetleg valakinek van valami ilyen sztoria, akkor azt írja meg. Legyen kedves, add a kommentbe. Aki szerződéskötésnél, EasyTrack szerződéskötésnél elárulja, hogy kamionos videókon látta ezt a lehetőséget, ő 5% kedvezményt kap a havi díjból, és Buksi is nagyon bólogat, hogy ez így van, ugye Buksi, így van. Sőt, most van egy szolgáltatóváltó kedvezmény is, hogyha valaki szolgáltatót vált, akkor ő is kedvezménybe részesül.